Hello, sziasztok, Kristóf vagyok, és srácok, itt is lennénk az első Teemodo íres pack openingünkön. Sokan kérdeztétek, hogy mikor fogom elnyitni ezeket a gyűjtött csomagokat, úgymond, és most így van. Most itt van Koscielny, illetve vannak jó informok is, például Oscar, de akiket most tudnak nyitni, azok a Teemodo írek, Neuer, Sergio Ramos, Marcelo, Thiago Silva, Dani Alves, ugye... Most még csak a videókat lehet nyitni, de megmondom az őszintén, ezeknek is örülnék. Rengeteg ilyen packem van, legfőképp ilyen sima aranyok, és akkor kezdjünk is egy ilyen Messissel az elején. És ideges lennék, ha most egy Messit nyitnék ki, vagy a nagyobb játékos, mert akkor később kellett volna, és akkor kinyitjuk Teemodo írbe. Az első packben nem volt semmi, de hát még van 11 hátra. Na nézzük, Lacazette. Szurkoljatok tényleg. Na hajrá, ebbe sincs még rér játékos se. Ha mondjuk szép is lenne egy ilyen 5000-es packből, úgymond beadna egy jó játékost. Megyünk is szépen, a végére hagyjuk majd a legjobbakat. Itt egy nagyon jó van, illetve a végén is majd vannak ilyen jobbak. És itt egy Amrabat, legalább itt arany, és ő jó statisztikákkal rendelkezik. 4 csillagos zsengébrikában, az 5 csillagosat elvették tőle, de attól függ, hogy jó játékos. És ott egy éder is, akit eladunk. Várjunk, hogy legyen ez így. Így van. Majd lesz ilyen 2200 FIFA pointos pack opening is, de azt majd úgy tervezem, hogy szombaton, ugye amikor mindenkit már ki tudunk nyitni. Na, és ez egy Clark. Aguero van a pack elején, és ezt én el fogom nyomni becsukott szemmel, kinyitjuk minden, ahogy kell, és... Origi, jó játékos. De most nem rá pályázunk, és ott van, ebbe talán benne lesz. De addig még van egy-két ilyen kisebb packünk, amiben hát ha... Nyitunk valamit szerencsésen, és ritka játékos felvillan, nem akar. És közeledünk lassan a végéhez, srácok, itt egy Griezmann van a pack elején. Ez csak egy rövidke Teemodo ír pack opening lesz, nézzük, és Def. Hú, neki jó statisztikai lettek. Itt van egy Tufan is, vagy ki, vagy Castillo. Na, gyerekek. Premium Gold Pack alapban az elején. Ebben azért már lehetnek jobb játékosok, én azt mondom... Á, és ebben nem ad ritkát? Akkor tuti. Tuti a végé lesz. Na, át vagy nyissunk még. Úgy, még van egy ilyen, még van egy ilyen. Hurricane van a pack elején, gyerünk, becsukom a szemem, nem csukom be. És, azt hittem alaba. Csak kijött, hogy CM így nem, Junuzovic, de őt most el fogjuk adni ebbe a pillanatba. Hát hozzon 1000 coin is, ami megint nem rossz. A pack fele visszajött. Na srácok, még vannak itt ilyen rare packjeink, ezüstből. Vagy hát nem rare ez a, itt a jófajta ezüst pack. Ebbe is lehetnek aranyjátékosok. És ez egy román Onitia, vagy ki vagy. Na, és a végre fogjuk hagyni az utolsó Jumbo Premium Gold packet, vagy valami ilyesmit. Ugye ezt akkor kaptuk, amikor eljutottunk a foodraftnak a feléig. Vagy valameddig. És ebbe volt-e valaki, aki úgy értékesebb? Én nem. Ebbe én úgy érzem, hogy jó játékos lesz. Ideig nem kaptunk semmit. Az orrommal fogom... Hoppa. Hello, és kinyitjuk. Gyerünk. És ott a kék, nem! Endoi, 19-es védekezés, azt a mindenit. Hát, nem akar ez jó lenni. Eladjuk egy kis coinért, mert ha többiek jöttne a klubba, ebből a kártyákból sose elég. Jó, milyen pekeink vannak, azért gyorsan csekkoljuk le. Na, srácok, odaig eljutottunk. Hogy most ki tudunk nyitni egy ilyen packet. Kicsit adoltam egy kis FIFA pointot. Jaj, na, adjuk is most ezt. Hogyha most ebben nem ad be semmit, akkor ez van. Please. Egy foodraft árát eljátszottuk, Szibi! Oh, aztán meg egy hevász kapunk. De miért ad ilyen retkeket? Már nem azért. Koszta. Eladjuk, a többi jöhet, meg úgy is fog kelleni. Nem mindenre használjuk valamikor is ennyi kártyát. 7500-asat a végén elnyitunk, és az coinból. Nem, sok ez a coin most ennyire. Jó, ebben lesz vég, abba adjuk. A hülyeség ez a Teemodo ír. Jó, gyerünk. Griezmann, ott jön. Ritka, na itt ez a pont, hogy nekünk menni kell. Mert ez így nem jó. Na jó gyerekek, köszönöm szépen már a megtekintést, lesztek még Teemodo ír pack openingek. Ez nagyon lightos volt, egy jó játékos nyitottunk, de hát azt jelenti, hogy majd a végén fogunk jó játékosokat nyitni. Nyorsan azért csekkoljunk egy transfert, mit tudom, hogy Lewandowskit most mennyibe visznek. Ja, 38, azért rendesen mennek le az árak. Nagyjából bejött, amit mondtam. És mondjuk egy... ki a legolcsóbbnak tűnő játékos? Hát mondjuk egy Marcelót mennyiért visznek. Jó, itt van. Ilyen olcsó gyerekek. Nem áll, hát ez rozán... Ó, hát akkor lehetem is fog pekkezni. Hát mi? Ez a drágább ez a kártyája? Hát ha hallod, ezt még csatárnak is tudjuk majd játszatni. Még ilyen Ibra mennyibe kerül?
Hát ezt meg is tudnánk venni. Ó, jaj. És egy Bél. Őt is, nagyjából. Hát jó, srácok, ennyit elműtöm itt a piacba, igazából ez nagy meglepetés nekem. Jó, még egy játékos megnézzük, Marco Rose, hogy mennyibe fáj, az még mindenképpen, én gondolom titeket is, mert ti is meg tudjátok nézni. Marco Rose, gyorsan egy utolsó árat nézzünk, 68 ezer, úgyhogy bő meg tudjuk venni. Nagyon tényleg kellett állunk, hogy most ezt a coin-t elnyissuk-e, mert hogyha mi jó kijövünk, iszonyat sokat tudnánk ezen szakítani. Illetve még olyan terve is van, ezt nem is mondtam, hogy Macrest megvennénk Inforba, és ugye ezt fogják upgrade-elni, de az majd csak egy későbbi üzletelés dolog lenne. Nem tudom. Neki vannak jó informáik, ezek magas áron is mennek, és erre fog majd kapni egy plusz teljes, az ugye elég OP lenne. Nagyon most srácok, köszönjük a megtekintést, a végén volt egy kis elmélkedés, a piacról meg minden, nem tudom mit tegyünk ilyen szempontból, hát inkább csak fill pointból kéne nyitni, és akkor olyanokat meg kéne hagyni, meg ilyesmi. Ja, azt srácok, hogy szeretnék ilyen TMD pack openingről értesülni csatornának, hogy iratkozzatok föl, további szét a bot nektek, sziasztok!